körökbe, tárgyaltak erről, beszéltek erről, konferenciákon elhangzott, hogy mennyit érhet, pedzegették azt. Azt, hogy a Surgut mit mondott, az egy dolog. És egy dolog az, hogy mi folyt a háttérben, és mi volt a valódi szándék. És azért, mikor a motivációkat nézzük, ne felejtsük el, hogy kitől és milyen helyzetbe vette meg a Surgut. Az OMV-től vette meg 2008-ban, amikor egy ellenséges felvásárlás kudarcba fulladt az OMV ugye, részéről, és akkor hirtelen megjelent a Surgut, majdnem azt sugalva és jelezve, hogy tulajdonképpen az egész mögött ő áll, de mivel nem ült össze, hát akkor fogta magát, és akkor inkább elviszi, aztán majd próbálkozik még vele. Tehát mindenképpen meg kellett oldani ezt a kérdést. Ezer oka van annak, hogy ez most miért jött össze, és én magam sem látok semmilyen egyéb ilyen kapcsolódó egyéb üzleti megállapodást, mert ez a projekt önmagában is megáll. Ne felejtsük el azt, hogy a vételár az ugye mennyire jó vagy korrekt, ezzel nincs semmi probléma. MOL egy jó cég, nagyon kevés cégnek van itt Közép-Európában, sőt Európában is egyszerre finomítója, kúthálózata és kutatásai és fúrásai. A MOL-ra állandóan spekulálnak, állandó felvásárlási célpont, állandóan stabil gazdasági környezetben 23 és 26 ezer között mozog ugye a világpolitikai helyzettől, meg a gazdasági helyzettől függően, úgyhogy ebből biztos, hogy előbb-utóbb jól is ki lehet szállni. Kisebbségi tulajdonlás nagyon nagy érték, mert ne felejtsük el, hogy egy közgyűlésen 30-40% gyűlik össze, 10-15%-kal már meg lehet szavaztatni valamit. Tehát ez egy óriási dolog a 10%, pláne hogyha azt a 21%-ot adott esetben, ha kényszerül rá az állam, például két része osztja és csinál belőle 2x10%-ot. Ez egy technikai kérdés, bármikor meg lehet csinálni. És 20%-kal már el lehet vinni egy közgyűlést. Simán el lehet vinni. Tehát azt, hogy mit csinál majd az állam ezzel a részvényplakettel, beleért azt is, amit a Göndöcs képviselőtársam mondott, ezt majd eldönti a jövő. És itt nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ennek nem alternatívája az, hogy mire költhettük volna el ezt a pénzt. Ez a pénz megvan, ez nem lett elköltve, ez nem növeli a hiányt, ezzel szemben minden más esetben, hogyha elköltöttük volna ezt a 100 milliárd forintot, az bizony hiánynövelő lett volna, mert a Nemzeti Bank kitverte volna a tamtamot másnap, hogy kérem, lecsökkent a devizatartalék, és vegyünk fel újabb 2 milliárd eurót annak érdekében, hogy ne legyen probléma a forinttal. Tehát összességében én azt szeretném elmondani, hogy ez egy logikus lépés volt, és tényleg hozzájárul ahhoz az európai trendhez, mert európai trend az, hogy az energetika függetlenséget növeljük. Minden ország és maga az Unió is ezt tűzte ki célul, és bizony a Paksal, a Paksi bővítéssel együtt a MOL-ba való állami stabilabb részvényvásárlás, ez egy nagyon jó kis körvonal annak, hogy egy önálló nemzeti energetika bázisa alakuljon ki. Nincs ezzel a vásárlással semmi gond, én azt gondolom, hogy ezen gyorsan túl kell lépni. Köszönöm szépen. Vadai Ágnes képviselő, asszony, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr, a költségvetési gazdasági környezetvédelmi házszabályi aspektusok után én egy másfajta aspektust szeretnék felvetni. Nagyon érdekfeszítő volt a vita, ami eddig zajlott, én azt gondolom, hogy egyéb kérdésekre is választ kell kapni ennek az ügyletnek a kapcsán. Azt világosan látjuk, és ki kell jelentenünk, hogy soha nem leszünk egyforma információ mennyiség birtokába, az évek múlásával sem. Az ön és a kormány mindig több információval fog rendelkezni ebben az ügyben, mint az önök után következő bármelyik más kormány. Ezt saját tapasztalatból is tudom mondani az ilyen típusú nemzetközi szerződés esetén, leginkább 2001-re szeretnék utalni. Én abból indultam ki, ami ebben a országgyűlési határozati javaslatban van, és a hozzácsatolt szerződésben, mert hogy szerintem ez egy az egész ügylet megítélése szempontjából ez a fontos, és azon belül is nyilván a szerződés. Ami engem érdekel, és hát miniszter úr majd eldönt, hogy ezekre a kérdésekre tud-e, lehet-e válaszolni, az, hogy magyar részről kik vettek részt a tárgyalásba és a szövegezésbe, hogyha ezek a személyek minisztériumi alkalmazottak voltak, ők milyen típusú nemzetbiztonsági ellenőrzéssel bírtak, ha ezek harmadik felek voltak, akkor ott milyen biztonsági ellenőrzést hajtott végre a
megbízó magyar állam. Azt nyilván nem tudom itt megkérdezni, a harmadik fél volt, hogy akkor volt-e közbeszerzés, hiszen tudom, hogy a jogi típusú megbízásokat, azokat kivették a közbeszerzés hatály alól, ha esetleg ezt valakinek, harmadik félnek adták ki, hogy hajtsa végre ezt a tárgyalást, illetve szövegezést. A negyedik oldalon jelenik meg, tehát a szerződés, most a szerződésről szeretnék beszélni, azon jelenik meg a vételár. Ennek megítélését olyanokra bíznám, akik a költségvetési bizottságba foglalnak helyet. Engem sokkal jobban érdekel az utána következő mondat, mely szerint ez a vételár ugye euróban fizetendő, beszámítástól mentesen, ideértve többek között bármilyen jutalékot, banki díjat és egyéb hasonló díjakat, költségeket, illetve kiadásokat. Engem ezek a sorok érdekelnének. Nyilvánvalóan ön azt mondta, hogy mindent idehoznak a parlament elé, mindent meg lehet tudni. Akkor én szeretném megtudni, milyen jutalékról, milyen banki díjakról, milyen egyéb hasonló díjakról, költségekről, illetve kiadásokról van szó. Nyilvánvaló, vannak olyan költségek, amelyeket most ön nem tud megmondani, de 2011. december 31-ig ezt önök meg kell, hogy tudják mondani. Én azt gondolom, hogy ezeket feltétlenül az országgyűlésnek meg kell mondani, mert hogy az egy nagyon korrekt dolog, hogy ön azt mondja, hogy a vételárat idehozza, de hát a részletek azok mégiscsak ennél, azt gondolom, számomra legalábbis izgalmasabbak. A következő pont, és itt a szerződés kapcsán, amit önök csatoltak, ez a titoktartási részdolog, erről szeretnék beszélni. Azt csak szeretném mondani, hogy a magyar terminológiában, de hát ez nyilván a fordítás kapcsán alakul ki, bizalmas információkat bizalmasan lehet kezelni, szigorúan bizalmas információkat lehet szigorúan bizalmasan kezelni, de ez egy lényegtelen dolog. Ön azt mondta, hogy valamennyi információt ide letesznek az országgyűlés elé. Nyilvánvalóan ennek a szerződésnek maga a tárgyalási metódus, a tárgyalás egyes szakaszai, az ott elkészült papírok, azok nem alkotják a részét. Nyilván majd az átadás, mármint a kormányváltáskori átadás átvételnek a részét fogják képezni. De azt szeretném megkérdezni, hogy ha lényegében nyilvános a teljes szerződés, akkor mégis milyen bizalmas információk vannak, amit szigorúan bizalmasan kell kezelni. Ezt mindenképp tudni kell, mert hogy egyébként meg némi ellentmondás lenne abban, amit ön mond, és ami a szerződésben található. Aztán, és azt gondolom, hogy itt viszont már mondhatnám azt, hogy tapasztalatom van, a 14.6 pontban, ment a szerződés 14.6 pontjába, azt írják, hogy a szerződés több példányba kerül aláírásra, angol, orosz és magyar nyelven, amelyek mindegyike eredetinek tekintendő, és amelyek együttesen alkotnak egy okiratot. Akkor szeretném megkérdezni, hogy miért nem csatolták hozzá az angol és az orosz változatot ehhez az országgyűlési határozathoz. Ráadásul utána úgy folytatódik a mondat, tekintet nélkül arra, hogy a szerződés bármely más nyelvre is lefordítják, kizárólag a szerződés angol nyelvű változata a jogilag kötelező érvényű szöveg. Ezt azért szeretném fölvetni, mert én már találkoztam egy Orbán kormány által kötött olyan szerződéssel, ahol angol és magyar nyelvű szerződés volt, és a két szerződés nem ugyanazt tartalmazta. Tehát én nagyon nagyra értékelném, hogyha a miniszter úr, akinek nyilván rendelkezésére kell, hogy áll az orosz nyelvű példány és az angol nyelvű példány, ha máshogy nem valamilyen módon eljuttatná az országgyűléshez azért, hogy az megtekinthető legyen, legalábbis azok számára, akiket ez érdekel. Nyilvánvalóan megvan arra is a magyarázat, hogy miért az angol jogot választották ebben az ügyben irányadónak, és nyilván ennek az angol jognak Magyarországon megvannak az ezzel kapcsolatos jeles szakértői, aki ebben segítséget tudnak nyújtani a minisztériumban. Azt is szeretném megtudni, hiszen a szerződésből nagyon korrekten kiderül, hogy ugye az Unicredit Bank az, amelyik ezt a tranzakciót kivitelező, hogy milyen alapon lett ez a bank kiválasztó. És nyilván lehet, hogy itt információ hiányjal küzdök, de ezt szeretném tudni, hogy mi volt annak a konkrét indoka, hogy ez a bank kapta meg ezt a tranzakciót.
és lehetőséget, és nagyon fontos az, hogy mi az a banki jutalék, ami mihez van kötve, vagy a vételárhoz van kötve, mert akkor már el kell gondolkodni azt, hogy itt csak úgy önkényesen választotta valaki ezt a bankot, vagy lehet, hogy kellett volna másfajta lépéseket is tenni, akár közbeszereztetni azt, hogy ki az a bank, aki ezeket a feltételeket tudja vállalni, vagy az önök által meghatározott feltételeket. Végül vissza szeretnék térni ahhoz a részhez, ahol a titoktartás és a bizalmas információk ügye van. Én azt szeretném megkérdezni, hogy van-e az országgyűlésnek ön szerint olyan szerve, amely az ide kapcsolódó, tehát a titoktartás alá tartozó információkat megismerheti. Mert én úgy gondolom, hogy egyébként van ez az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága, mert hogyha van olyan információ, amely ön szerint ez alá a passzus alá tartozik, akkor az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságával alaposan felkészülés után nyilván ezt meg lehet osztani. Végül azt azért szeretném elmondani, hogy nyilvánvalóan abban, hogy itt hosszasan vitatkozunk sok minden kérdésről, környezetvédelem, gazdaságosság, mindenki a maga szempontjait érvényesíti. Afelől nekem nincsen kétségem, hogy ezt az országgyűlési határozati javaslatot a jelenlévő, vagy majd akkor jelenlévő kormánypárti képviselők meg fogják szavazni. Tehát efelől egy pillanatnyi kételjem nincsen, most nem mennem, mert most elég kevesen vannak, de amikor odaér a parlament, hogy erről szavazás lesz, akkor ezt nyilvánvalóan meg fogják tenni. Azt egy, hogy mondjam, még akár gesztusnak is vehetjük, hogy úgy döntött a magyar kormány, illetve a minisztérium ezt idehozza, szépen átad információkat, amivel néhányan úgy érezhetik, hogy akkor ők maguk is minél több információ birtokába jutnak ennek az ügynek a kapcsán. Ugyanakkor én úgy érzem, hogy azért az itt felvetett kérdésekre, akár ebben a parlamenti vitában, akár egy bizottsági meghallgatáson is, mondjuk a nemzetbiztonsági részét, hiszen itt oly sokan elmondták már a mai napon, hogy az energiabiztonság, meg a nemzetbiztonság, meg úgy a nemzetbiztonság. Az országgyűlésnek van erre egy bizottsága, ahol nagyon sok szeretettel látom miniszter urat, hogyha ennek a tranzakciónak egyébként ezt az oldalát kívánja elmondani. Amúgy is lassan aktuális lesz, hogy energiabiztonsági kérdésekben valaki eljön a kormányból a Nemzetbiztonsági Bizottsághoz, hiszen most beszélünk a MOL-ról, de hát ott van Paks kérdése, ami szintén nagyon fontos nemzetbiztonsági kérdés. Úgyhogy én ezekre a kérdésekre szeretnék megnyugtató választ kapni nemzetbiztonsági szempontból, azzal együtt, hogy változatlanul azt gondolom, hogy ön mindig több információ birtokában lesz, mint az itt ülő bármelyik képviselő, vagy legalábbis feltételezem. Éppen ezért ezekben a kérdésekben a döntést, nagyon udvarias és kedves, hogy idehozza a parlament elé, de azt gondolom, hogy ez nyilván végsősorban egy kormány döntés, a kormánynak kell vállalnia, illetve a kormánypártok megszavazzák a kormánypárti képviselőknek a felelősséget ezért a döntésért rövid, közép és hosszú távon is. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő asszony, tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Következik Sejgin Gábor, LMP. Köszönöm szépen a szót. Engedjék meg, hogy röviden visszatérjek a gazdaság filozófiai tartalmára ennek a vitának, mert tartalmaz ez még néhány tanulságos elemet. Én őszintén örömmel fogadtam azt, hogy az egykulcsos adó vagy a munkavállaló kiszolgáltatottsága kapcsán amúgy Bokros és Kóka kottájából játszó kormánypárti képviselőtársai megtértek, és határozottabb igazságosság és állami szerepvállalási kiállást követelnek. Ezt egy fontos ébredésnek tartom a kormánypárti képviselők részéről, remélem majd, hogy az adópolitika kapcsán is ezt az utat képviselik. Egyetértünk abban, hogy teljesen téves volt az elmúlt 20 év főáramú közgazdászai és gazdaságpolitikai megfejtői részéről az a nézet, hogy az állam rossz gazda. A liberális közgazdászok nem nagyon tudtak más mondani ezzel kapcsolatban, csak hogy az állam rossz gazda, mindent mihamarabb értékesíteni kell, és a piaci folyamatokra kell bízni a gazdasági folyamatok alakítását. Ennek az eredményét jól ismerjük, az elmúlt 20 év története gazdasági és társadalmi szempontból nem éppen egy
sikertörténet. Ehhez képest valóban bizonyos tekintetben változás jelent a kormány hozzáállása, amit hogyha már ideológiai vitánál tartunk, akkor talán valami fajta paternalista neoliberalizmusnak lehetne nevezni. Valóban a privatizációval szakítani kívánnak, és állami, határozottabb állami szerepvállalásra törekednek. A társadalmi politikában, az adópolitikában ugyanakkor változást ez nem hoz. Az esélyteremtő politikákat az állam részéről nem hajlandó a komolyan venni. És hát talán egy fontos dolog van, illetve hát egy fontos dolog van, ami azt vetíti előre, hogy ez a határozottabb állami szerepvállalás ebben a formában nem fog működni, az pedig az, hogy a határozottabb állami szerepvállalás csak és kizárólag határozottabb demokratikus kontroll mellett lehetséges. Tehát az egyik oldalon volt az a hibás liberális nézet, mely szerint mindent a piacra kell bízni, a másik oldalon van az önök nézete, mely szerint mindegy, hogy mennyire átláthatatlan, mindegy, hogy milyen hálókba keveredve, a lényeg az, hogy az állam avatkozzon bele a folyamatokba. Ez ugyanúgy bukásra van ítélve, hogyha nem lehet átlátni azt, hogy az állam hogyan kíván beavatkozni, milyen koncepció mentén, milyen stratégia mentén. A vagyongazdálkodás kapcsán, a közbeszerzési törvény kapcsán, és hát most ennek a törvénynek a beterjesztése kapcsán is, és hát az egész eljárás kapcsán is az látszik, hogy az átláthatóság önök számára sajnos kevésbé fontos, így ez az amúgy helyeslendő irány a határozottabb állami szerepvállalásra jó eséllyel hát kudarcot fog vallani. De hogy konkrétan mire gondolok itt az átláthatóság és az átlátható tervezés kapcsán, felmerül néhány kérdés, ami már itt részben megfogalmazódott, de szeretnék én is most még egyszer élére állítani, mert Felegi Tamás részéről nem kaptam igazából válaszokat erre, és remélem, hogy miniszter úr majd még egyszer ki tud ezekre térni. Egyrészt szeretném, hogyha választ kapnánk arra a kérdésre, hogy milyen konkrét körülmény hatására került sor arra, hogy hirtelennyében a kormány megvásárolja a jegybanki devizatajatékokat tapasztva a vonatkozó MOL részvényeket a GDP 2%-a értékében, miközben a GDP 1%-át kitevő szociális jóléti kiadások be vannak fagyasztva a szociális stabilizációs alap keretében, vagy amikor csak néhány milliárdnyi jut egyszeri kiadás keretében a devizahitelesek megsegítésére. Mi az, ami ezt a tranzakciót éppen most tette, így mértékben indokoltá? És hát, hogy a kérdés jogos, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy az állam, a kormány és a cégvezetés eddig is sikeresen blokkolta adminisztratív úton az orosz befolyás érvényesítését. Ezáltal a Surgut valójában beszorult a pakettel, hiszen akaratát nem tudta érvényesíteni a cégben. Számára is a lassú értékesítés maradt volna a pénzének visszaszerzésére, hiszen egyben értékesítve a tőzsdén jelentős veszteséget jelentett volna. Ezen felül más szakmai nagybefektető sem jelentkezett volna olyan részesedésért, aminek fejében nem tudja érvényesíteni akaratát a kormányzat, gondoljunk csak a Lex Morra vagy az energiahivatali korlátra, ezért ez sem jelentett volna túlzottan nagy kockázatot. Persze az ügy másik nyertese a magántulajdonosokból álló oligarchisztikus vonásokat mutató MOL Management, akik részvény opciós ösztönzőik révén még konkrétan kereshetnek is az ügyön. Annak idején a mali visszaállamosításakor is mentesítették az orosz finanszírozó bankot attól, hogy veszteséget szenvedjen el a balul sikerült orosz privatizáció miatt. Tehát nem látjuk azt, hogy miért pont most lenne indokolt a részvénypakett visszavásárlása, hogyha a gazdasági tulajdonnal való a gazdasági tulajdon felhasználását eddig is sikeresen blokkolta legalábbis részben a kormány és a kormányzathoz köthető hivatali rendszer. A második kérdés az az, hogy miért van az, hogy a nemzeti érdekekre hivatkozva újra hazai pozíciót szerezve az adott cégekben egyben segítenek az orosz félnek kiszállni egy rosszul sikerült üzletből anélkül, hogy veszteséget szenvedne el. Mivel az orosz gazdasági kapcsolatok különleges kapcsolatnak számítanak, az aktuális kormányok mindig csomagban tárgyalnak az orosz félel a megoldandó ügyekről. Malév, MOL, gázimport, déli áramlat gázvezeték, paksi atom, pesti metrokocsik, ezek általában mind egy tárgyalási pakettet képeznek. Ráadásul homályos egyezkedések, alkuk és titkos záradékok tarkítják ezt a kapcsolatot, amit jól mutat az, hogy a
bár nyilván ezt cáfolni fogják, de hát mégiscsak ezek a pletykák terjednek, amiről a francia Le Monde írt, hogy a hivatalos cáfolat ellenére budapesti üzleti körökben arról beszélnek, hogy született egy bizalmas záradék, és hogy az oroszoknak beígértek egy jövőbeni jelentős szerződést a magyar piacon, mégpedig vagy a budapesti metrót, vagy pedig a paksi atomerőmű bővítését, amelyről a fukushimai katasztrófa ellenére 2013 elején várható döntés. Tudom, hogy ezek pletykák, és nem feltétlenül a parlamenti műfajba illenek, de hát mégiscsak akkor a jelentőségű kérdésről van szó, hogy érdeme megérne a kérdés egy világos cáfolatot. Végül pedig a harmadik kérdés csokor, hogy vállalta a magyar kormány ehhez kapcsolódóan további kötelezettségeket az orosz fél felé valamely témában. Mivel a magyar-orosz kormányközi kapcsolatokat rendre homályüli meg az adott ügylet, milyen módon befolyásolja a többi nyitott ügyletet Oroszországgal kapcsolatban? Ha már az országgyűlés felhatalmazását és jóváhagyását kérik ehhez a tranzakcióhoz, talán érdemes lenne részletesebben is beszámolni ezekről az ügyletekről, és válaszolni világosan ezekre a kérdésekre. Sajnos ennek hiányában és mindannak a stratégiai koncepciónak a hiányában, amiről Jábor Benedek képviselőtársam is beszélt, ebben a formában az LMP nem tudja támogatni a kormányzati előterjesztést, még hogyha még egyszer szeretném leszögezni, az alapötletet, az alapirányt azt helyesendőleg tartjuk is, ugyanakkor nem látjuk, hogy miért most van erre szükség, és hogy miért ilyen átláthatatlan körülmények között. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Hegedűs Tamás, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Hát mondanómat megkönnyíti, hogy Balczó Zoltán képviselőtársam sok mindent elmondott már abból, amit én is szerettem volna, így ezeket nem fogom ismételni. Nemzetstratégiai szempontból támogatjuk ezt a tranzakciót, amelyik fontos tulajdonrész biztosít egy nemzet stratégiailag meghatározó, nemzetgazdaságilag stratégiai fontosságú vállalatban és ágazatban. Az, hogy mindezt korábban föl nem használt IMF forrásokból sikerült fedezni, erre meg csak azt mondhatjuk, hogy ügyes. Tehát ez egy érdekes húzás volt. Az Ordos műhely mai lapszemléjéből idéznék, amelyik a Le Monde magazin, vagy Le Monde újságból idézi azt a megállapítást, hogy ez a történelem iróriája, a neoliberális ortodoxia segíti pénzügyileg a magyar kormányt ahhoz, hogy energetikai szuverenitását visszanyerje. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy pragmatikus megoldás volt, aminek itt és most helye és indokoltsága van. A Jobbik programjában egyébként világosan szerepelt az a cél, hogy az államnak legyen célja, hogy az egyes stratégiai ágazatokban, és itt különösen az energetikában és a közműszolgáltatásokban megőrizze, illetve adott esetben visszaszerezze az állami befolyást. Sokféle kritika hangzik el itt valóban a szociális demagógia talaján állva. Azért ezzel kapcsolatban egy valamire hadd hívjam föl képviselőtársaim figyelmét, hogy hitelből folyó kiadásokat finanszírozni nem illik. Márpedig itt egy hitelfelhasználásról van szó, amelynek a módját az, hogy ez a hitelfelvétel megtörtént, azt mi többször bíráltuk, de ez a pénz, ez itt van már Magyarországon is jelen pillanatban, illetve eddig a pillanatig ez a pénz tartalékban szerepelt. Most annál rosszabb nincsen, mint hogy fizetünk a pénz használatáért kamat formájában, és nem vesz részt ez a pénz a gazdaság körforgásában. Itt ebben az esetben egy fel nem használt hitelből egy a gazdasági vérkeringésben résztvevő értékpapírra alakult, amit mi jó megoldásnak tartunk. És ahogy itt többször is elhangzott, ez a tulajdon rész ez alkalmas arra, hogy a stratégiai jellegű irányítást meghatározza tulajdonosként a MOL-ban. Ami, tegyük hozzá, nem csak országos jelentőségű vállalat, hanem az egész régióra jelentős kihatása van. És ami talán ritkán hangzott el, az, hogy ez védelem szempontjából is nagyon fontos, ugyanis többször az elmúlt években a MOL ki volt téve az ellenséges célú felvásárlásnak. Ezt a veszélyforrást azt hiszem, hogy innentől kezdve kipipálhatjuk. Ez ilyen veszély ebben a felállásban nem fenyeget. Tehát a Jobbik a programjában is kívánatosnak tartotta az állam aktív szerepvállalását a gazdaságban, ezt annak részének tekintjük. És amennyire a rendelkezésünkre álló információk ezt lehetővé teszik, ez egy korrekt üzleti megállapodásnak tűnik. Ami ugyanakkor az üzenet értéke is fontos, hiszen a
talán az első eset, amelyik szembe megy az elmúlt 20 évek elhibázott privatizációs gyakorlatával, és annak gyakorlatilag egyfajta korrekcióját jelentik. Amire viszont felhívnám a figyelmet, az egy érdekes momentum. Ez a tranzakció is azt mutatja, hogy amire van egy eltökélt állami akarat, ahhoz ilyen vagy olyan módon forrásokat is sikerült rendelni. Ugyan egy holnapi napirendi pontnak a témája, csak röviden utalnék itt rá, hogy mi ugyanígy tekintünk a devizahiteles probléma megoldási csomagjára is, amivel a kormány ugyan egyfajta megoldást javasolt, ami a megítélésünk szerint a probléma gyökeres megoldására nem alkalmas. Ugye többször elhangzott, hogy a Jobbik által javasolt megoldásra a devizahiteleknek a támogatott forintosítására nincs elég fedezet. Most ez körülbelül nagyságrendileg ugyanakkor a forrásigényt igényelne, mint ez a MOL tranzakció. Politikai elhatározás és szándék kérdése a megoldás. Ami egy másik fontos tanúság, amit kiemelnék, hogy érdemes az oroszokkal tárgyalni. Tehát mi nagyon örülünk ennek a fordulatnak, ugyanis a Fidesz politikájában kifejezetten veszélyesnek tartottuk az elmúlt években azt a vakmerőséget vagy felelőtlenséget, amelyel az orosz relációt kezelte, és ugye szintén Balczó képviselőtársam utalt a grúz konfliktusban elfoglalt akkori álláspontra. Mi kifejezetten örvendetesnek tartjuk, hogy ez a keleti nyitás jegyében az orosz kapcsolatok, az orosz reláció is végre abba a mederbe kerül, ahova való. És amely politika egyébként a Jobbiknak egy hosszú évek óta vallott hivatalos programja. Mindezekkel együtt mi ezt a tranzakciót támogatandónak és támogathatónak tartjuk, azzal együtt, amit Nyikos képviselőtársam mondott, hogy a utólagos ellenőrzését a tranzakciónak fontosnak tartjuk az átláthatóság jegyébe, de én úgy gondolom, hogy félnivalója itt nincs a kormánynak ebben, és ezért ennek nem lesz akadálya. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő hozzászóló Veges János, képviselő úr, MSZP. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés. Több minden elhangzott a eredetileg tervezett hozzászólási részekből, ezért ha megengedi a miniszter, akkor én azt hiszem négy dologra kellene, hogy koncentráljak. Az első. Miniszter úr, mi Köcsőző bizottsági meghallgatásán azt az érvelését, illetve ígéretét mi komolyan vettük, hogy az adott tranzakcióról az országgyűlés részletes tájékoztatást kap, és az alapján lehet megítélni ennek a tranzakciónak a körülményeit, valós voltát. Ugyanakkor az a mód, ahogyan ma próbálta kezelni a kormánytagság ezt a kérdést, arra utalt, mintha nem kívánnának lehetőséget adni az ellenzéknek arra, hogy ezzel érdemben foglalkozzon, valóságosan megismerje. Ugye az volt a kezdeményezés a mai napon, hogy ma szavazásig menjen ez a javaslat. Semmilyen módon nem látjuk az indokoltságát, hogy miért kellett volna ezt pár óra alatt lebonyolítani, hiszen a szerződés is olyan határidőt tartalmaz, amely határidőben bőven belefér a normál menete is adott esetben a házban egy ilyen javaslatnak. Így sem normál menetben tárgyalja a ház, hanem gyorsított eljárásban tárgyalja, de minthogyha meg akarták volna fosztani az érdemi témával való foglalkozás lehetőségétől, én most úgy mondom, hogy az ellenzéki képviselőket, hiszen a kormány oldali képviselők voltak azok, akik ezt kezdeményezték, ami szerintem nem segíti annak a szándéknak a megvalósulását, hogy ezt valóban transzparens üzletként mutathassák be. A másik dolog, ami ugyanezt a furcsa érzetet erősítette, erről már Vadai képviselőtársam beszélt, ez a bizonyos 8-as pontja a szerződésnek. Nyilván nem véletlenül kell egy ilyen szerződésbe egy ilyen pont, a titoktartásra vonatkozó 8-as pontra utalok. Tehát nyilván nem véletlenül kell egy ilyen szerződésbe egy ilyen pont, ráadásul meglehetősen részletesen kibontva, hát tulajdonképpen több mint egy oldalon keresztül taglalva az ezzel kapcsolatos körülményeket. Ez mindenképpen azt igényli, hogy miniszter úr erről beszéljen. Elmondja egyrészt, hogy miért került a szerződésbe, mit értenek ez alatt, milyen körülményeket, és mi az oka annak, hogy ezt ennyire fontosnak tartották, hogy ilyen részletes szabályozás dolgozzanak ki erre. Na most maga a tranzakció kapcsán van néhány pont, amelyben bizonyosan egyetértünk, és van néhány kérdés még mindig. Az első, amiben egyet lehet érteni, az az,
hogyha a megvásárlást eldöntötte a kormány, és eldönti a kormány, akkor valószínűleg ilyen módon kell elszámolni, mint ahogy most előterjesztésre került. Tehát a költségvetési törvény módosítása, ami beterjesztésre került, az valószínűleg egy korrekt szabályt tartalmaz, valószínűleg egyetértünk abban is, hogy növeli a költségvetés hiányát, amit pénzforgalmilag ki kell mutatni a magyar költségvetés hiányaként, így is van előterjesztve, és azt hiszem abban sincs vita közöttünk, hogy az úgynevezett Eurostat elszámolás szerint eredményszerűen hiánynál